Look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change. Watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays. Sziasztok, Sanya vagyok, üdvözöllek titeket, ez a Carmen Exuminator 25. része. És remélem ebben a részben megszerezzük a 9000 XP-t, hogy megnyissam a parkolót. Mert ha annyi kell hozzá, nézzük is meg. Igen, 9000 XP, meg nem tudom mennyi összegbe fog nekünk az kerülni. Reméljük az az összeg már megvan. Illetve az árvörös központba csak akkor tudunk elmenni, ha megvásároltuk a parkolót. Tehát ez a kettő feloldása remélem a mai részben megoldódik. Na, hívjuk be is gyorsan egy kocsit. Hát a szokásos... Ha sok munka, többet kapunk, úgyhogy nem nézek direkt ilyen könnyű dolgokat. Menjünk szépen sorba, mint ahogy eddig mentem. Sose utasítottam el a sorozaton egy kocsit se. És az nem lesz most se. Elnézést, ha a játék zenéjében van egy kis megszakadás, de betöltési képernyőt, ez a felvő program, amit jelenleg használok, az nem veszi fel. De szerintem ez nem annyira probléma. Na, nézzük akkor milyen dolgok vannak. Futóműből ismeretlen, fékből ismeretlen, karosszéria, ezeket tudjuk utólag is. Vagy ezt utólag szoktam megnézni. Na, akkor menjen a futómű, illetve a fék. Akkor ezt meg is tudjuk a tesztvezetésen, de hát inkább én ez nem tesztvezetés lenne. Fordításilag, hanem ilyen futópad. Az meg nem jó, mert az embereknek hívják futópadnak. Hát ilyen tesztpad. A fékekre, meg a lengés csillapítókra. Mármint a... Jaj, minek nyitottam ki? Egy embert akartam nyomni, és be akartam rakni a tesztpad. Ha végülis az van odaír a tesztpad. Csak ide egy tesztvezetést írtak. Na, akkor menjünk be, és akkor teszteljük. Na, nézzük először a fék tesztet. Nyomjuk be a féket. És meg is van a első kerékre a teszt eredmény. Tovább gurulunk a hátsó kerék vizsgálatához. Itt is benyomjuk a féket. Hú, itt aztán van bőven eltérés a hátsó részén. Mivel a féket leteszteltük, utána jön a futómű. Azt nem lehet kihagyni, úgyhogy muszáj vagyunk ezzel is végigmenni. Jó, utolsó művelet. Az ott egy Carmen Exuminator ikon. Kb. Nem lehet rázomolni. Na, 2, 4, 6, 8, 12 darab dolgot fel is ismertünk, mint hibát. Nézzük, mennyi maradt. Ja, a futóműhiba is volt, akkor jó, még oda mentünk. Mindegyenek a másik felét még meg tudjuk nézni a tesztvezetésen. Na, menjünk is egyet. Őt szeretnénk vinni. Kezdjük egy gyorsulással. Hú, az gyorsul van. Jaj, ezt ne törjem. Igen. Problémás a fék, úgyhogy... Problémás a fék, úgyhogy... neki is mentünk a falnak. Na hát itt végül csak négyet fedeztünk fel, úgyhogy lesz még bőven hiba, amit nem ismertünk fel. Mint például ez a négy, ez az öt darab összesen. Na mindegy. Új vezér és alkatrészek, vízpumpa tárcsa. Aha, vízpumpa, vezérműszi. Ah, dupla? Akkor ez V8-as, ja, ide is van írva a V8-as motor. Mert akkor így hosszába helyezkedik el, ha dupla szíjas, nem kereszt. Ezt az előbb már láttuk is, ha véletlenül kinyitottam. Na mindegy.
Ezt a szíjat kell levenni. Most csak így. Ja, nem, ez egy borda. Azt hittem, a szíjat látjuk. Igen. Hát itt le kell kapni az elejét, és akkor gyorsan meg is leszünk. Na, szedjük le ezt a szívfeszítőt, amit írt, meg egy ezt a vízpumpát, ami mögötte van, meg ezt a vízpumpatárcsát, csak ahhoz le kell szedni egy-két szíjat, meg feszítőt. Na, szedjük le mindent. Nem tudom, mi lesz, ha ezt kiviszem, ezt a játékot, hiányozni fog. Ha már nem játszok vele, újból meg már nem szeretek kezdeni egy olyan játékot, amit véghez vittem, végbe vittem. Még hogy ilyen sok szívfeszítő van. Volt a Steam-en ilyen pár leárazás, én vettem egy-két játékot. Mint például a... Jaj, ne! Le kell szedni a szelep fedelet. Ó, itt jó, szét kell kapni a motort. Jó, helyre megyek. Itt van vezérmű fedél. Itt van alatta a szíj. Alapból piros, és mindig bepirosozza, amit le kell szedni. Na mindegy, akkor szedjük le. Igen, ez sárga, akkor előbb a gyújtótrafokat kell kikapni, jó, de szét kell kapni ezt a gépjárművet, de mindegy. Közben látom a ABS szivattyú cserére cserélni kell lesz, mert rozsdás. Vagyis hibával jelölt. Na, akkor ezt már leszedtük. Jó, ezeket a szíjakat kell leszedni. Aha. Na, múltkor szerettem ezt a motort, ugye ezt a V8-as motort, csak jó, de így nem látszott. Belolvad a pirosba a piros. Jó, hogy két mondatot már abba hagytam, de mindjárt visszatérek mind a kettőre. Na, az utolsó mondat az volt, hogy már szeretem múltkori a motort, úgyhogy akkor is le kellett szedni ezt a szíj burkolatot. Csak nem emlékeztem rá, hogy ennyire le kell szedni még a motort is. Jó, rendben. Az mondja, hogy mit kell még egy cserélni. Vezérlésnél akartam nézni. Szívfeszítőt leszedtük, vezérműszíj 2-t leszedtük, vízpompa és vízpompa társa. Tehát már motort annyira nem nagyon kell szerintünk szétszerni, mert alul van futóműfék, karosszérium is megszól a zsári színe, tehát akkor megyünk megvásároljuk ezeket a... Ja, itt vagyok, azt hittem már az állványon, mindegy. Azt mondja, autó alkatrész. Hát ezt már láttam rozsdásnak, már abból megöveszem. És volt nekünk motorból V8-as szíj, 2 darab. 1, 2, illetve... Na, mi is volt? Egy szívfeszítő, egy vízpumpa, meg egy vízpumpa tárcsa. Vízpumpát az előbb csak... Ja, itt van. Igen. Vízpumpa tárcsa, meg egy szívfeszítő. Ez. Jó. Na, amíg szerelem összefele, akkor befejezem az előző mondatomat. Hogy Steam-en vettem egy-két játékot, leárazások voltak, ez a Summer Sale-en. És nem tudom, hogy legyen-e belőle videó. Mint például az Euro Truck Simulator 2000... Ja, közben szerelem. Euro Truck Simulator 2... Vagy hogy van? 2000? Igen, 2. Azt vettem meg, a Spin Tires-t. Azzal már játszok is. Már pár órát belöltem. Pro Sky-jal játszok többet, mert makam, hogy modolja, úgy... Ha berak egy modot, akkor azt muszáj végigvinnie. Mert ha kiszedi a modot, akkor elveszik a mentése. Ez olyan, mint a multiplayer-ezésnél, hogy ha elkezdünk egy pályát és megszakítjuk, valami oknál fogva, vagy kilépünk a játékból, vagy megszakadás, akkor nem tudjuk folytatni. Úgyhogy egyelőre csak Pro Sky-jal játszottam többségében, de majd ha Malcolm befejezi a jelenlegi modpakot, vagy modpakot? Modot? Hát végig is modpaknak hívhatunk meg.
kerékmód is van benne, meg elég, meg a pálya mód is, meg kocsi is, na mindegy. És hova akartam kiugodni? Ja, de akkor majd fogunk majd multizni. Múltkor, vagyis egyszer már volt, mielőtt be nem rakta azt a modot, ami a csatornán is kijött. És jó volt, úgy hárman mentünk, segítettük, kimentettük egymást, ha úgy volt. Na, az előbb már engedted felrakni a szíjat. Na. Jó, csak rá tudok nézni. Azt vettem meg, hát meg még nagyon-nagyon olcsó volt a Terraria, azt is megvettem, mondom. Ennyi volt 2,4 euró, ha mondom, ha annyiért. Még a hülyének is megírnem, hogy még nekem. ja, szétszerelés. Ja, vagy azt is kellett volna menni, aha. Ilyenkor tudok nyomni egy jó betűt? Nem. Kíváncsiságból meg akartam nézni, hogy így bele tudok-e nézni a hibákba. Elméletileg szívfeszítőt még nem raktam be, az mindjárt kész van. Fék probléma. AVS egység. Aha. Mindegy, megvesszük. Nem vesszük, meg visszarakjuk a szívfeszítőt. Kettő is ide a szívfeszítő. Úgyhogy legyen az előbb felsorolt játékokból, de még mivel ezt hogy mondjam, múlt héten veszem fel. Jövőről beszélek a múltba, na mindegy. Ezt még valószínűleg még lehet, hogy veszek még egy-két játékot, mert 22-éig tart a 22-éig tart. Tehát addig még lehet, hogy még veszek pár játékot. Annyira nem nagyon akarok költekezni nagyon drága játékokra, mert GTA-t is megvettem, azt nem is játszok vele. Úgyhogy az ilyeneket szeretem, vagyis ilyen játékokat, mint a ilyen kocsis. Mint a... Ja, ez is megvan, a Project Cars. Abból nem akarok videózni, mert abból Proszkál már elkezdett. Mondom, hogy én akkor nem kopizom. Hagy legyen az egy csatornáján az a tartalom. Igen, abban csak egyszer-kétszer játszottam. Kértem múltkor is, mert nekem nincsen kontrollerem. Vagyis van egy kontrollerem, csak valamilyen nem kompatibilis ezzel a játékkal. Úgyhogy kértem egy Xbox-osat. Csak nem volt időm kipróbálni, úgyhogy vissza is vittem. Utána az egyik kollégámmal gondolkozunk, hogy veszünk egyet közösen egy kormányt. Azzal nem tudom, mi lesz, majd most lehet, hogy ezzel fogok játszani. A Aerotruck 2-t megvettem. Azzal is legalább szeretek játszani, tehát olyan játékokat veszek meg inkább, amivel ténylegesen fogok is játszani. Nem csak így videózás szempontjából, hogy videót is veszek fel belőle. Ja, közben így szerem szét fel a kocsit. Beszélgetek itt dolgokról, a játékokról. Jó, ezt jó szét kell kapni, mert hibásnak tűnik. Ezt jegyezzük meg, hogy most hogy állok. Az a kocsi eleje, akkor a jobb oldali. A jó, aha. Na, csak nem tudom szétszedni. Kijön a teleszkópot, ki kell kiszedni. Ja, itt egy stabilizátor összekötőt is ki kell szedni, mert attól nem tudjuk még kiszedni a teleszkópot. Jó, a rugó meg hagy lebegjen ott, mert azt nem muszáj kiszedni, mert hát ez csak ott van. Jó, akkor ezt eltávolítottuk, jöhetünk hátra, de itt látok még egy hibás gumipersejt is. Akkor ezt kiszedjük, ha már így fentről megláttam. Igen, ez is hibás. És szerintem kettő gumipersely volt, én annyira emlékszek. Nem. Ó, 1, 2, 3, 4 darab. Sőt, még egy kicsi is van.
Akkor menjünk át a másik oldalra, még azt is nézzük. Aha, itt is van még egy rossz. Akkor van három megvan. És ez a negyedik, az meg 96%-os. Na ez hogy jött össze? Na jó, oké, hátra jöttünk szétszedni ezt a kereket is. Magából a Spin Tires-ből szeretnék majd multiból úgy felvenni, hogy ki is rakom a csatornára. Ezt jól elmondtam. Úgy játszani, hogy ki is rakjuk a csatornára. Csak megvárjuk, hogy mind a hárman ráérjünk, illetve Makamnak a morozása végig menjen. De majd lehet, hogy csak proszkájjal fogok multiplayerezni. Jó, szerintem leszettem mindent. Ah, itt van a kicsi gumi persely. Ezt le kell szedni a rugót. Meg egy darab kicsi gumi persely is rossz volt. Na, azt is kiszedtük. Jó, na, O betű. Jó, igen, beraktuk a utolsó elemet is a vezérléshez. Futómű. Külső kormányszöket, szerintem kiszedtem. Nem kettő volt hibás? Ja nem, a másik miatt a csonkálvány miatt kellett kiszedni. Igen, fék. Ezt miért nem raktam vissza, mindegy, majd. De csak ha jól tudom, az izét vettem meg. A szívfeszítőt meg ezeket eladom már, ne legyen nekem itt útba. Ez is jó. Hamarabb van az 100%-os, mint a kiszedett darab. Jó, van féknyörgő. Ah, mindegy, majd nézegetem közben. Na jó, hogy megyek körbe-körbe. Kell egy iránytű. Na, nézzük, mit kell vásárolni. Azt mondja, fékekhez kell egy ABS egység, azt nem vásároltam meg. Igen, és akkor azt mondtam, hogy nézegetni fogom inkább, nehogy felesleges dolgot vásároljak. Alsó lengő karbé, meg hűtött féktársa, egy fékbetét, egy belső, egy féknyereg, még kettő hűtött, egy külső, egy csonkálvány, kettő féknyereg, három gumipersely, négy, vagy három féknyereg, jó. Vannak itt gondok. Na jó, vásárolunk egy-két dolgot. Futómű kell egy darab B, egy darab első. Volt egy első féltenge is, vagy nem hátsó. Mindegy, azt már megnézem. Jó, gumi persejből kell egy, kettő, három, négy. Ja, a negyediket kise szedtem. Igen, azt mondja, hogy... Kicsi, kellett egy darab kicsi. Kellett egy darab külső. Meg valamit kihagytam. De mindegy, itt átlapozzunk dolgokat. Három új persejt azt megvettem. Sőt, itt a negyedik. Ja, ez a kicsi. Kicsit is megvettem, az itt van. Aha. Hármat kitörlünk. Majd a negyediket még kiszedjük, mert négyet írtak a csinál, ezt jól mondtam. Alsó lengő karpé, azt itt van az elején. Igen. Egy darab belső és egy darab külső, egy darab külső, egy darab belső. Így, né? Igen. Na, akkor ezeket eladtuk, már csak a fékrendszer problémák vannak, meg az első csonkálvány A. Azt nem vettem meg. Nem első kerék, hanem első csonkálvány A. Jó, akkor mehetünk a fékekre. Azt mondja, egy darab, kettő darabra emlékszek, hogy kellett. Féknyerekből három. Kettőt veszek, nem biztos, hogy három volt, hűtött féktárcsával tudom, hogy kettő volt. A
Azt mondja, egy, kettő, három. Akkor kell venni még egyet, akkor egy darab fékbetét, egy hűtött, kettő hűtött, kettő fékbetét, első sonkalvány A, egy darab féktárcsa, egy hátsó tengely, egy féktárcsa és egy hátsó tengely. Igen, futómű. Igen, az előbb említettem is a hátsó tengely, csak mire oda kerültem, addigra nem vásároltam meg. Jó, na, megvásároltunk minden hiányzó elemet, a féktárcsát, hátsó tengelyt, illetve a fékbetét, de azt már töröltem. Na, akkor szerelhetjük ezt is össze. Húha, jó szét kaptam a gépjárművet, főleg a csonkálvány miatt. Úgyhogy kettessel szerelhetjük is össze a dolgokat. Oké, na, mehet a kerék, adj bele. Itt még nem nagyon tudok összekeverni dolgokat, 100% az mind a két oldalra mehet. Na, itt van, hogy... Ó, három fékbetétem van. Akkor mindegy, melyiket hova rakom. Na, itt hibás volt a féknyereg, akkor még jót adtunk rá. Jó, jöhet vissza a teleszkóp. Utána a stabilizátor összekötő A. Nézem a hézagot. A múltkor is néztem, hogy vicces, hogy itt lebog a levegőbe. Hát akkor minek rajta anya? Ezt teljesen rá kell húzni, na mindegy. Jó, mi hiányzik még innen? Azt mondja... Hogy nem tudom beszélni az ABS-t. Komolyan, mi hiányzik? Összeszerelőben vagyok benne. Fékbetét, fékbetét... Ja, kerékhagycsapályt, sokkal. Nagyon jó, most már mehetünk át a másik oldalra. Kerekért majd visszajövök, hogy felhelyezzem a gépjárműre, mert a szovjetlenül fordítva kell felrakni valamit, de hát nem valószínű, mert olyan hamar eltűnik oldalta az, hogy a szerelés közben látom, hogy bal alsó sarokban, hogy mi volt előtte levő állapotban, előtti állapotában, és mi volt utána? 88%. Közben megnéztem, hogy milyenre kell szerelni a gépjárművet. Mehetünk hátra. Mert például ott a fékbetétnél bal alsó sarokban, amikor rakom visszafelé, gyorsan visszarakja, tehát még megsérülheti ezt a kis ablakot itt alul. De láthattam legalább, hogy ide jót kell rakni, vagy a régit, a még megfelelő állapotot. De mindegy, sok beszédnek sok az aljára. Szereljük tovább a gépjárműt. Most például pont alsó sarokban látszódott, hogy milyen állapotú volt az eredeti alkatrész. És most mindjárt visszarakom a fékbetétet. Most nem fogja kiírni, mert olyan gyorsan visszaraktam, hogy csak egy pikk. Meg se jelenítette azt, hogy rövid a szerelés ideje, hogy milyen állapotú volt a alkatrész előtte. Jó, egy O betűvel megnézhettem, hogy mit nem cseréltem még ki. Kicsi gumipersely, gumipersely, első rugó. Az első rugóval probléma volt, nem is figyeltem. Alsó lengő karbé. Aha, az ott hiányzik, látom elő. Hát csúd. Valahogy nem volt probléma, úgyhogy ezt már vissza is rakjuk. A gumipersejt akár most is kiszedhetem, csak meg kell keresni, melyik az a rossz. Akkor nem itt. Megnézem az összes gumipersejt.
Itt nem látom hibásnak, akár nyomhatnék egy 3-ast is. És akkor látszik, hogy az előbb mentem emellette. Emellett, ami rossz. 2-es, vagy 1-essel kiszedjük. Mivel megvásároltam, már vissza is rakhatom. Jó, mehetünk át akkor felrakni ezt a kereket, és utána mehetünk előre. Előre. Na, csak kiszállok. Másik oldal. Igen, jobb oldalt. Itt raktam a 100%-osat. Mindegy, megnézzük, hogy mi van nálam. Ide kellett volna rakni az újat. És ez pont 88%. Na, kíváncsi vagyok, hogy fogadja el. De 88% volt a minimális javítás, amit kért. És elfogadta, mert pont 88% volt. És amit felszeretünk, az is 88%-os. Akkor jó. Illetve van nekünk egy első rugónk, úgy látom ez. Ha ráközelítenél, légy szíves, köszönöm. Igen, ezt ki kell cserélnünk. Ahhoz szét kell szedni ezt az oldalt is. A más kordot szedtük szét a csonkálvány miatt. Akkor ezt a teleszkópot is kikapjuk, mielőtt felrakjuk a kereket. Jó, akkor egy első rugó csere. Jó, mehetünk a webshopba, gépjármű alkatrész vásárlásánál az első rugót megvenni. Még olyan kattintatabbnál mondom, ott egy rugó. De nem volt az első, hanem a hátsó rugó volt. Jaj, 2-es. Igen, és miért robott ennyire hátra? Nem mutatta, hogy mit kell összeszerelni. Ja, rugó. Oké, jöhet az első rugó, jöhet a teleszkóp, jöhet a két csavar és a stabilizátor összekötő. Jaj! Mire rágatottam volna, lecsúszott a kezemből a egér. Jöhet vissza a felső sapka, most már jöhetnek a kerekek. Elkészült maga a fékjavítás, az ABS egységet azt pedig majd felülről rakjuk bele. Hogy is van? Ó. Ja, még van 1, 2, 3. Kicsi gumipersek? Miért nem raktam vissza? Ja, még vissza sem raktam ezt. Ja, de? Hát mindegy. Itt van a 3 gumipers, azt visszarakom most. Így ide. Akkor van még itt egy elő. Jó, mehetünk hátra. Nem készítettem én a másik oldalt volt. 2-es. Ha nem találom, hogy merre vagyok. Nem, itt másik oldalt volt akkor. Aha! Jó, ide kell rakni kicsi gumipersejt. És ide a felfüggesztéskar. Ebben jöhet vissza a rugó. Hozzá az alkatrészek. És akkor elméletileg még... Ja, megvan az összes fotómű, még nagyszerű. Fék problémából még egy darab fékbetét. Ne őrülj már meg, ha most raktam vissza a kerekeket. Hát de mindegy fékbetét jó volt. Az még majd a karosszéra szerelés fentről. Ez jó, ez a fékbetét, másik oldalt.
Na mindegy, ha már egy előre jöttél, akkor menjünk előre. Ez tökéletes itt a fékbetét. Másik oldalt. Jaj, de utálom ezt a mászkálás, nem igaz, nem akar arra menni, ahova én akarom. Itt is jó a fékbetét. Hátul. Hát itt le se szedtem. Itt nem szedtem le, de ahova visszaraktam, oda mindenhova 100%-osat raktam. Én úgy emlékszek. Itt mind a 300%-os. Hát akkor mit ír fékbetétet? Egy fékbetét. Nos, komolyan. Az tiszta zöld. Így van? Ah, így. Másik oldalt... Jaj. Másik oldalt. Hát itt nem 100%-os, de ezt le se szedtem. Ez 100%-os, mert zöld. Le kellett volna szedni, de hát ezt nem írta. Ezt nem írta azt a fékbetétet, ismeretlenek írta. Amúgy is. 83%-os. Hát mindegy, veszünk egyet. Abból nem tart semmi. És akkor mind a négy fékbetét 100%-os lesz. Az a 40 dollár már nekünk nem számít. És még mindig bajom van a fékbetétem. Meg van problémád? Amikor lesz, ki van cserélve az összes fékbetét. Ez 100%. Visszarakom a 100%-ost. És mi mindig ott van a fékbetét. Jó, ezen az oldal csak 100%-os fékbetétek vannak, jöjjünk át erre az oldalra. Na, mi az? Nem vagyunk szétszerelő módba. Itt 82%-os. Akkor veszünk ide is egyet, nem érdekel. Most azért nem fog szétszedni még két kereket, ahová úgyis le van szedve. Oké, kettes, mehet rá a betét, mehet rá a féknyereg. És már csak a fék szivatja, hát akkor nem tudom, ez hogy jött össze az oldal. Azt hittem, hogy 100%-osra csakok, biztos ezt szoktam utoljára, ezt az oldalt. Már csak egy 82%-os fékbetét maradt. Nem amit ki kellett volna cserélni. Nem az került oda. Nem a 100%-os. Na, menjünk hátra. És rakjuk vissza ezt a kereket. Engedjük le a kocsit. Szedjük le a alkatrészeket. Rakjuk be az ABS-t. Fessük le.
jöhet az ABS szivattyú, az ABS vezérlőegység. Olajteknik nem szedtem le, olyat nem kell ezt belengedni. Az inventorimban mi van? $25, tehát akkor nem is veszítettünk olyan sokat, csak 20-20-40 dollár. Igen, akkor következő lépés, nézzük meg, hogy mik a hibás alkatrészek. Azt mondja, hogy... ja, itt nincs hármas, mondom, megnézem már egy hármassal, de menjünk bele. Azt mondja, bal első sárvédő és első lakhárító. Hát az nem, nincs messze tőlem, pont ahol állok, ott van. Jó, menjünk, vásároljuk meg ezt a két alkatrészt, csak megnézzük a kocsinak a nevét. Delray Imperator. Azt mondja, karosszériomba átmegyünk, lemegyünk a délre. Imperator, kellett egy bal első sárvédő, meg egy bal, vagyis egy első lakhárító. Jó, mehetünk, rakjuk rá. Itt az inventorinkba fehér. Amikor rárakjuk, akkor egyből zöld lesz. Így akkor nem is kell átfesteni. Na mindegy. Nincs az inventorimban semmi. O betű, megszólás gyári fénnyel. Nagyszerű, egy mozgatás be a fényezőbe. És szórjuk meg gyári színnel, mert azt kérték. Visszagarázsba autófényezés. Igen, $500. Fényes ragyogó, visszagarázsba. Egy O betű. Megcsináltunk mindent, $8137 kaptunk, és meg tudjuk nyitni a parkolót, így a rész végére. Mindösszesen $50,000 kerül ez nekünk, alkalmazzuk, és ha már itt vagyunk, nézzünk is be a... nem? Ez legyen a következő rész. Amikor bemegyünk a parkolóba, illetve elmegyünk, és veszünk az árverés központban egy saját gépjárművet, és nem fogunk foglalkozni a javításokkal, csak akkor, ha nem lesz elegendő a pénzem, mert most alig van $20,000, abból valószínű csak egy kocsit fogok tudni venni, az itt fog állni állandóan a garázsomba, és csak azért fogok javítani, hogy saját gépjárművet fel tudjam újítani, illetve az árverés központba el tudjam adni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt az epizódot. Akkor a holnap utáni nap folytatom a saját kocsi vásárlással. Reméljük 20,000-ért lehet venni új kocsit. Vagy új kocsit? Nekünk új kocsit, ami használt kocsi. Jó, na, akkor holnap után találkozunk. Addig is, sziasztok!